Köszöntöm Önöket itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Itt vagyunk a Passion étterem és panzióban dr. Kádár Anna Máriával, és ma este egy nagyon jót fogunk remélhetőleg beszélgetni, úgy, ahogy ezt minden csütörtök este megtesszük. Tartsanak velünk, nézzük a mai témánkat. Kedves Anna és Petra, 15 éve vagyok házas. Tisztelem, szeretem a feleségem, a gyerekeim anyja. De sajnos évek óta nem működik a férfi-nő kapcsolat közöttünk. Nem is tudom igazán, mi történhetett, de mindketten tudjuk, hogy már nem jó együtt. A gyerekek 5 és 7 évesek, talán túl kicsik még hozzá, hogy csonka családban éljenek. Miattuk vagyunk még együtt. Vajon jó ez így? Használunk, vagy ártunk nekik ezzel? Szerbusz Anna, köszöntelek! Szia Petra, én is köszöntöm a nézőinket! Ez egy nagyon kényes téma, azt hiszem, de jó lenne úgy megfogjuk, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak az embereknek, akik esetleg ebben a helyzetben volnának. Mikor érdemes együtt maradni egy párkapcsolatban, és itt többek között a gyerekről van szó? Tehát érdemes-e a gyerek miatt együtt maradni, vagy nem érdemes? Ezt több szempontból is megnézhetjük, és azt hiszem, hogy kezdjük azzal, hogy elrejtjük a gyerekek előtt a konfliktust. Tehát abban a helyzetben, amikor megpróbáljuk ezeket a veszekedéseket, vagy a kettőnk közötti problémákat elrejteni, érzi-e a gyerek, hogy van feszültség, vagy sikeresen meg lehet ezt tenni? Hát a gyerek mindenképpen érzi a feszültséget, és szerintem nem csak a gyerek, hanem bárki kívülálló, aki bemegy egy családba, és ez szerintem mindenki a saját bőrén megtapasztalta, hogy valahogy úgy fagyos a levegő, hogy olyan, mint hogyha kések röpködnének a levegőbe, senki nem veszekedik senkivel, egy hangos szó ellen hangzik, és mégis úgy megül ez a fajta feszültség, vagy úgy érezzük akár saját szervezetünkben is, hogy itt valami nincs rendben, valami nem működik. Igen, itt egyébként én akartam hozzátenni, de köszönöm szépen, hogy hozzátetted, hogy nincs vita, nincs hangos szó, és mégis probléma van a szülők között, mert ugye pont ezt rejtik el, tehát a veszekedéseket, a vitákat, az egymást megbántó mondatokat. Mi van akkor, amikor el vannak hidegülve egymástól a párkapcsolatban, ott ugye már ezek az erős érzések sincsenek meg, hogy bántana, vagy feszültség lenne, vagy fagyos lenne. Levegő, mert egyszerűen élnek mindkét lakótárs egymás mellett, és ezt rejtegetik talán önmaguk előtt is. Ezt is érzi a gyerek? Mindenképpen, hiszen ugye az elhidegülés mindenképpen a kommunikáció hiányával is jár. Tehát, hogy valahogy megszakad ez a spontán információ áramlás az, hogy akár egymáshoz szóljunk, vagy akár egymásnak történeteket meséljünk. Tehát, hogy érzi a gyerek, hogy valahogy ez a történetmesélés úgy megakadt. Milyen érdekes, pont erről jutott eszembe, amikor mondtad, ugye, hogy nincs veszekedés, meg hogy próbáljuk elrejtegetni, hogy régen a kontyos székek pont erre szolgáltak, hogy a szimbolikus szinten jelezték a kívülállónak, hogy veszekedés van a családban. Például amikor a kontyok egymás felé fordultak, és ezt a családtagok így beállították, akkor bejött egy idegen a családba, és akkor látta, hogy ott veszekedés van. Tehát, hogy jelezték a kívülállónak, hogy mi most egy ilyen helyzetben vagyunk, és akkor az megfordult és kiment. Tehát nem illet olyan házba menni, ahol veszekedés vagy konfliktus van. És ezt megfogalmazták, tehát, hogy igazából szerintem nem azzal van a gond, hogy konfliktusok vannak, veszekedések vannak, hanem amikor megpróbáljuk eljátszani, mintha nem lenne így.
Tehát még önmagában az se gond, ha elhidegültünk, jó gond egyféle szinten, de amikor például jön egy vendég, és akkor megpróbáljuk eljátszani, hogy mi milyen jól vagyunk. Na ez okozza a legnagyobb feszültséget a gyereknek. Igen, hát itt most egyébként én ezt a kettőt külön vettem, és külön akartam rákérdezni, hogy van az elrejtés, amikor elrejtjük a konfliktusokat és a problémákat a gyerekek elől, és van a színlelés, amikor még ráadásul el is játsszuk, hogy minden rendben van. Tehát, hogy ez akár, ugye, ahogy te is mondtad, még rosszabb is, hogy megpróbáljuk elhitetni velük. Igen, mert itt kettős üzenet van, tehát hogy nem tudja a gyerek, hogy akkor melyiknek higgyen. Az, ami valójában történik, vagy ami ott a felszínen van. És bárhogyan próbáljuk ezeket eljátszani, gyerek ugye a láthatatlan csápjaival az úgy belelóg a történetünkbe, tehát hogy tudja, látja, érzi, akár pszichoszomatikus szinten lereagálja, tehát hogy nincs olyan, hogy ezeket el lehet rejteni. Tehát hogy egy gyerek mindenképpen tudja, látja, bármennyire rejtegetjük. Itt konkrétan én nem fogalmaztam meg a mai témánkat, de azt hiszem, hogy itt most megállhatunk és kimondhatjuk, hogy a kérdésünk ma az, hogy érdemes-e a gyerekekért együtt maradnunk egy rosszul működő házasságban vagy párkapcsolatban. Tehát ugye nagyon sok embertől halljuk azt, hogy már nincs közöttük kapcsolat, de a gyerekek miatt, amíg be nem töltik a 18-at, vagy el nem megy gimnáziumba, vagy most nehéz időszaka van, mert nem tudom, iskolát fog váltani, együtt maradunk, hogy neki biztonságot nyújtsunk. Ez használ neki? Tehát ezzel jót teszünk egy gyereknek? Hát ezt is nagyon nehéz így kívülről megfogalmazni, anélkül, hogy ne ismernénk ugye a teljes kontextus, de akár két ilyen életpéldát tudnék felhozni. Az egyik az, amikor úgy döntöttek a válás mellett, hogy kivártak egy bizonyos időszakot. Uh-huh. Hogy mondjuk a gyerek elsős volt, és már úgy körülbelül a tavaszi vakációk körül megfogalmazódott a partnerekben az, hogy elválnak, de azt mondták, hogy az túl sok változás lenne a gyereknek, hogy elsős, hogy most környezetet váltson, lakóhelyet váltson, iskolát váltson, úgyhogy kivárják az iskolai év végét, és akkor fognak szétválni. Tehát, hogy ezt akár egy ilyen racionális döntésnek is nevezhetném, hogy tényleg abban a periódusban jobb, hogy a gyereket nem terheljük meg túl sok feszültséggel. De amikor például mondjuk egy másik esetben, ahol azt hallottam, hogy hát most akkor 10 évesek a gyerekek, és akkor 18 éves korukig ki fogjuk bírni, mert hogy akkor onnan el lehet válni. Tehát, hogy nincs ilyen, hogy el lehet, vagy nem lehet. Tehát, hogy egy gyereknek is, hogyha belegondolunk, egy idő után sokkal jobb, hogyha ezek a feszültségek valahogy úgy megszűnnek, és hogyha mindent megtettem én annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot megjavítsam, igazából úgy tudok tiszta lelkiismerettel elválni, hogy amit az én részemről megtehetek, ugye a másik 50% az a partneri, lehet, hogy mindent beleteszek, és ő nem. Vagy lehet, hogy mind a ketten mindent megpróbálunk, és úgy sem, akkor az azt jelenti, hogy meghoztunk egy olyan döntést, amit felelősségteljesen, és nem egy ilyen hirtelen vita, és mit tudom én, egy ilyen összeveszés kapcsán, csak hogy odavágtuk a másikhoz, na akkor most akkor válunk, mert az tényleg egy irracionális döntés lehet. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy önmagában konfliktusok vannak, még nem biztos, hogy az váláshoz fog vezetni. Uh-huh. Lehet, hogy onnan elkezd épülni a kapcsolat, és ezekből a konfliktusokból spirálisan építkezünk felfele. Mert egy jó párkapcsolatban azért vannak viták, vannak konfliktusok, ezt azért mondjuk így ki, hogy nem az a jó párkapcsolat, ahol végül is minden csodás és minden tökéletes, tehát ott vagy hazugság van, vagy egy nagy színjátszás, hogy nem mutatjuk kifele, mert minden egyes fejlődési folyamat és minden egyes életciklus váltás konfliktusokkal is jár, mint ahogy az esküvő önmaga is egy konfliktus helyzetet is generál, vagy az első gyerek születése, vagy a gyerek óvodás lesz, iskolás lesz, testvérszületés, aztán az elhúzódó kamaszkor, mind konfliktus forrás, meg a gyerekek kirepülnek, tehát ezek mind a családi rendszerben ugye felborítják az egyensúlyt. Na most kérdés az, hogy tudunk-e ehhez alkalmazkodni, vagy pedig nem, és ezek a konfliktusok mondjuk elmélyülnek és tartósak lesznek, mondjuk éveken keresztül mondjuk ugyanazokon a dolgokon veszekedünk. Na most itt ugye az is felmerül, azt hiszem az emberekben, vagy legalábbis bennem, hogy mi a jó egy párkapcsolatnál, és akkor itt a gyökerekhez egy picit visszanyúlok, amikor még nincs meghozva a döntés, vagy nem ment tönkre a kapcsolat, csak egy párkapcsolatról beszélünk, hogy a gyerekek előtt rendezzük ezeket a dolgokat, vagy a gyerekek háta mögött, vagy tehát, hogy nem avatjuk őket bele ezekbe a dolgokba. Tehát itt nem csak a döntésről beszélek, amikor már megszületik, hanem már magán a konfliktusoknál.
Az is egy mitosz, hogy ha nem beszélünk róla, nincs beavatva a gyerek. A gyerek így is bele van avatva, hiszen velünk él. Tehát, hogyha nem is mondom ki, a gyerek érzi, tudja, látja, hogy ez a helyzet, ami van. Tehát, és le lehet, meg lehet látni végül is az ő viselkedésében. Nagyon sokszor a pedagógus jelez vissza, hogy a gyerek szomorúbb, kedvtelenebb, vagy akár viselkedés, magatartás problémái lesznek, mert az a feszültség, ami benne lecsapódik, ha ki van mondva, ha nem, az valahol ki is kell csapódjon. És ez nagyon sokszor az iskolai, óvodai terep. Abban a helyzetben, hogyha kimondom, akkor attól függ persze, hogy milyen életkorú a gyerek, mert minél kisebb, annál inkább önmagában kezdi keresni a hibát, hogy ha én ezt nem tettem volna meg, vagy megtettem volna, vagy most szót fogadtam volna, vagy nem fogadtam volna szót. Mivel egocentrikus a gyereknek a szemlélete, azt hiszi, hogy ugye minden... Tehát, hogy minden dolognak a kiinduló pontja akár ő saját maga. Tehát, hogy ezt nagyon fontos megbeszélni vele, hogy, illetve ha meg lehet, mert ugye, hogyha nagyon kicsi, akkor igazából azáltal, hogy én elmondom, már ezáltal is oldódik a feszültség úgy, hogy nem érti. Mint ahogy, nem is tudom, hogy magyarázzam, tehát hogy igazából, mint ahogy egy értelmi fogyatékos gyereknek is, hogyha mesét mondasz, már önmagában az, hogy ott van benne a dallam, a hanglejtés, lekódolja valahogy annak az egésznek a szimbolikus üzenetét. Mint ahogy egy nem beszélő gyereknek is elmondod, hogy elmész, és el fogsz menni most, mit tudom én, 2 órára nem tudom mit csinálni, sokkal jobban fogja megélni azt a helyzetet, mint hogyha mondjuk így szépen angolosan lelépnél abból a szituációból. Tehát, hogy nem kell lebecsülni a gyereknek az értelmi képességét sem, a fejlődéslektani sajátosságait, mert jóval okosabbak a gyerekek érzelmi szinten, mint ahogy mi látjuk és gondoljuk. Tehát, jó azért ezeket a dolgokat nyilvánvalóvá tenni, akár hogyha konfliktusunk van. Például nagyon sok családban például leülnek egymással szemben, és elmondják, hogy most anya és apa között konfliktusok vannak, megtörténik, hogy a felnőttek veszekednek, valamilyen dolgokban nem értenek egyet, de hogy megpróbálunk ezen változtatni, és hogyha nem tudunk változtatni, akár el is válhatunk. És akkor persze a gyerek el fog keseredni, mert nem az az ő világképe, hogy anya és apa külön éljenek, vagy akár vannak történetei, akár osztálytársai körében, akár már mozaik családokat ismer, hogy akkor egyik hetet anyánál, másik hetet apánál, vagy már vannak féltestvérek, vagy van közös történet, tehát hogy persze, hogy ez is egy szorongással járhat, de hogyha nevén nevezzük ezt az egészet, akkor miután szembenézett ezzel a félelemmel, utána jóval könnyebb lesz ezt az egészet elfogadni. Jó, hogy felhoztad ezt a dolgot, hogy megbeszélni a gyerekekkel, mert többek között ez lett volna egyébként a következő pont, amit felhoztam volna én is, hogy mennyire kell megosztani velük az adott konfliktust vagy helyzetet. Tehát itt, ha leülünk velük és elmagyarázzuk, akkor is elkeserednek, ez így van. De a legtöbb szülő az érzelmeiből kiindulva nem reálisan vagy objektíven próbálja tálalni ezt a gyerekeknek, hanem inkább hát szidja esetleg a partnert a gyerekeknek. Tehát, hogy apu ilyen, és akkor ezért válunk el, tehát ő a hibás, ő volt az oka ennek a dolognak, vagy anya lusta, nem főz, nem tudom, csak ugye ilyen példáink voltak, hogy ruhákat válogat, megvásárol, és semmi mással nem foglalkozik, tehát a másikat próbálják szidni, ami ugyancsak probléma lehet mondjuk egy gyereknek a szemébe, azt hiszem. Ennél rossz a dolog nem is történhet, amikor a partnerek elkezdik egymást szidni. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy gyerek személyiségfejlődése egészséges legyen, ahhoz egy jó anya meg egy jó apakép kell. És egy felnőtt ember el tudja fogadni azt, hogy önmagában mind a két személy rendben van, csak valahogy ez a közös történet nem működik. És egy nagyon szép megfogalmazást hallottam nemrég egy anyukától, akik másodjára próbálták meg az együttélést, és nem működött, hogy azt mondta, hogy a felnőttek között ki kell alakuljon egy ilyen szivárvány, és hogy ez a szivárvány nem teremtődött meg közöttünk, így a beszélgetések, a kommunikáció kapcsán, és hogy te leszel az a szivárvány, aki bennünket mindig össze fog kötni. Tehát, hogy azáltal, hogy mi szétválunk, nem szűnünk meg a te szüleid lenni, és hogy nekünk végül is kötelességünk meg feladatunk a téged érintő kérdésekben valahogy egyetértésre jutni. Mert hogyha belegondolunk, akkor ugye a szülőként ugye felvállaltunk egy gyereket, attól függetlenül most, hogy elváltunk vagy nem váltunk el,
ott kell lennünk az ő életében ugye a legfontosabb eseményeken, amikor ő nagykorúvá válik, vagy akár a kezdeti események is, hogy lehet, hogy már akkor elválnak a szülők, amikor óvodás a gyerek, de hogy ez nem azt jelenti, hogy az óvodás szereplésen ne tudnának együtt lenni, vagy ne tudnának akár, még olyan is van, hogy egy évben közös nyaralás is van, hogy a válás mellett, például ismerek olyan családot, ahol nagyok már a gyerekek, és mégis minden évben elmennek egyet közöset is nyaralni. Akár hogyha működik ilyen helyzetben a kommunikáció, vagy akár amikor ugye nagykorúvá válik a gyerek, vagy amikor férhez megy, vagy megnősül. Tehát, hogy ezek mind olyan életesemények, ahol persze dönthetek úgy, hogy én nem leszek jelen, vagy lehet, hogy a másik tiltja meg, hogy én jelen legyek. Ez is egy hatalmas konfliktus egy gyerekben, hiszen akkor, hogy legyen teljes az öröme, mikor végülis a szülőpárosnak az egyik része hiányzik. Gyurko Szilviának, a gyerekjogi szakértőnek van egy nagyon jó könyve, ez a Gyerekközpontú válás, az az alcím, hogy rám is gondoljatok. És ez szerintem egy nagyon fontos, ilyen felkiáltójeles mondat lenne minden családnak az életében, hogy bármilyen döntést hozok meg, akár együttélés, akár válás, akár bármilyen élethelyzetben, hogy ugye a gyerek szempontjából próbáljuk ezt végig gondolni, hogy egyáltalán hogyan mondjuk el neki, mert hogy nem a válás fog konfliktust okozni egy gyerekben, hanem az, ahogyan ezt a válást lemenedzseljük, vagy ahogyan felnőttként, vagy egyáltalán nem felnőttként kezeljük ezeket a szituációkat. Hogyan éli meg a gyerek egyébként a szülők közötti konfliktusokat, amikor tényleg probléma van, de együtt maradnak miatta? Tehát van az a pont, amikor azt mondja egy gyerek például, hogy inkább váljatok el? Pedig mondjuk nincsen közöttük. Prepubertáskorú gyerek már mondja, mondhatja. Pubertáskorú gyerek igen, tehát hogy akár ezt is elmondhatja, hogy már annyira nehéz ebben a feszült légkörben élni, hogy akkor inkább külön. Sőt, gondolom meg is tapasztalja, hogy mikor anya és apa külön vannak, vagy külön töltenek el időt, akkor úgy mind a két történet az úgy működik önmagában. Itt akkor van a gond, amikor ugye már a válaszban odaig jutunk, hogy anyagi javakon kell osztozkodni, mert én azt látom, hogy nagyon sokszor a konfliktusoknak a fő generátora az osztozkodás, nem csak a gyerekek felügyeleti jogá, hanem ugye azokon a dolgokon, amikért lényegében közösen dolgoztunk, és ugye már odáig jut a történet, hogy már visszamegyünk, hogy az esküvőn kinek a családja mennyi pénzt adott, tehát hogy hihetetlen történetek lehetnek. Ahányszor én a közjegyzőnél voltam, a gyerekek kapcsán, utazások kapcsán mindig kellett várjak, mit tudom én, fél órát, 45 percet, és akkor végignéztem, így külső szemlélőként ezeket a történeteket, hogy akkor ott a váró részben osztották, hol a földeket, hol a szekrényeket, az ágyakat, a lakásokat, csak nem tudom miket. És lehetett látni, hogy, és olyan szomorú dolog ez, amikor hogy idáig jut egy kapcsolat, hogy vannak közös álmaink, céljaink, vágyaink, amit megvalósítottunk, és akkor utána ez a másik véglet, hogy milyen argumentumokat tudunk felhozni a másik ellen, hogy ő nem dolgozott semmit, vagy nem csinált semmit, és ezt így lehet látni, ezek túlzások. Tehát ilyen nincs, hogy az egyik jó és a másik rossz. Mind a ketten részesei a történetnek, és szerintem intelligens válás, ha egyáltalán létezik ez a fogalom, vagy lehetne nevezni, az, hogy valahogy mi magunk kölcsönösen meg tudjunk egyezni, vagy akár az egyik vagy másik nagyvonalúbb legyen ebben a kérdésben, mert annál rosszabb nincs, mikor egy gyerek ezeket végighallgatja, hogy anyád nem csinált semmit, vagy apád semmire kellő. Mert hogy csak miért? Ugye itt a legnagyobb százalékban a tönkrement kapcsolatokban hát elég nagy a százaléka szerintem annak, ahol erős érzelmek vannak, és ahol düh van és harag van, vagy ahol olyan helyzetek alakulnak ki, hogy ha például megcsalásról van szó, hogy egyszerűen megbocsájthatatlan számára ez a helyzet, és nem tudja, hogy is mondjam, korrekt módon azt mondani, hogy hát apu nagyon kedves, nagyon szeret, csak megcsalta anyát, és akkor mi most szétmegyünk. Tehát, hogy ott olyan erős érzelmek vannak, amivel nagyon nehéz korrekt maradni a gyerek szemében, hogy apa, anya nagyon szeret téged, csak apa félrelépett. Tehát, hogy nem is nagyon nehéz elképzelni azt egy abban a helyzetben lévő embernek, hogy ezt lehet így, holott ugye éppen meg van sértve, meg van bántva, meg van csalva, hirtelen hullott akár össze az élete, mert egy olyan hitben volt, hogy ez egy működőképes dolog. Na, de most egy ilyen dolog után is még dönthetnek úgy a szülők, hogy mégis együtt maradnak, és ezekkel az erős érzelmekkel folytatják a gyerekek miatt, akár egyébként nyitott kapcsolatban az együttélést, és gondolom, hogy ezeket a vitákat, sértéseket
nem tudják kikerülni, hogy ne a gyerekek előtt történjen. Tehát ez is szerintem egy hatalmas probléma lehet a gyerek életében, vagy trauma, hogy együtt vannak anyujék, de valamiért nagyon, nagyon csúnyán beszélnek egymással. Igen, ez nem egy egyszerű szituáció, az biztos, és hogy nagyon sokszor a gyerek érzelmileg terhelődik meg olyan történetekkel, aminek nem is lenne köze akár a saját életében. Tehát, hogy köze van, mert hogy igen, abban a családban él. Az biztos, hogy nem lehet úgy végigélni egy életet, hogy ne legyenek traumatikus élményeim. Tehát, hogy még a legjobb családokban is érhetnek egy gyereket olyan élmények, ami egyszerűen megterhelő számára, és amivel nem tud mit kezdeni. Tehát itt igazából arról van szó, hogy az, ami megtörtént, tehát azzal nem tudok semmit kezdeni, hiszen az ott van az életünkben, hogy mit kezdünk ezekkel a történésekkel a későbbiekben. Mert hogyha én el tudom azt mesélni egy gyereknek, és ugye ezeket nevezzük oszcilláló, váltakozó narratíváknak, hogy anya és apa összeveszett, és nagyon kiabáltak, és nagyon dühösek voltak, de aztán utána később sikerült egyességre jutni, és akkor úgy döntöttünk, hogy... Tehát, hogyha mesélhetővé teszem, elmondom a konfliktust, elmondom ennek megoldási módját, és ez többször is rengetegszer visszakéri a gyerek, mint egy olyan esti mesét, amiben ugye ott vannak tehát ott van valahogy egy problémával való szembenézésnek a szimbolikus lehetősége is. Tehát minél többször újra mesélem, annál inkább el tudja fogadni ezt a gyerek. Azzal van a gond, amikor megfagy ez a történet. Van egy veszekedés, és utána nem lehet erről beszélni. Tehát, hogy vagy meg nem történté tesszük, vagy tagadjuk, vagy hárítjuk, vagy kivonjuk magunkat belőle, vagy akár nem vállaljuk fel a saját felelősségünket ebben a történetben. Mert az nem gond önmagában, hogyha van ajtócsapkodás, meg akár, egymás fejéhez vágunk dolgokat. De hogyha ezeket nem tudjuk utólag elvarni, ezeket a szálakat, akkor a gyerek ott marad egy olyan történettel, aminek nincs befejezése. Ez olyan, mintha egy konfliktusnál abba hagynánk egy történetet. Persze, hogy még akár a saját életünkben is működik ez a Zeigarnik hatás, hogy a be nem fejezett élményeknek van egy feszültség jellege. És az mindig visszatér egészen addig, ameddig le nem kerekítem valahogy a végét. Én azt hiszem, hogy elég sokat beszéltünk arról, hogy a gyerek ezt hogy éri meg. Egy icipicit, egy utolsó kérdés elejéig kanyarodjunk vissza a szülőkre, hogy döntés. Tehát érdemes-e együtt maradni, feláldozni az életemet, úgyhogy esetleg nem vagyok boldog az adott kapcsolatban a gyermekemért, akit közösen vállaltuk? Úgy gondolom, ezt a döntést mindenkinek egyénileg kell meghozni. Valamikor úgy dönt valaki, hogy igen, van, aki úgy dönt, hogy nem. Tehát, ez szintén érzések szintjén dől el elsősorban. Mert aztán meg lehet racionalizálni, hogy miért mentünk külön, vagy miért maradtunk együtt. Mm-hmm. Van, amikor akár ebből a történetből egy közös fejlődés történet is kinőhet. Tehát én nagyon sokszor látom, hogy válás közeli állapotokból is eljuthatunk egy olyan szintre, ahol egy működőképes kapcsolattá tud válni. Van olyan is, amikor együtt élnek, és akár elhidegednek, de még sincsenek konfliktusok, és mégis normálisan működ. Tehát az élethez képest ugye a normális, hétköznapi működési módokat, azokat meg tudják beszélni. És van olyan is, amikor szétválnak, de hát ez egy egyéni döntés. És valószínűleg, hogyha én megfontolom a saját életemben, végignézem, hogy ki mit veszít, ki mit nyer, meg tudom hozni akkor abban a pillanatban. Tehát, hogy én családterapeutaként mindenképpen hogy az első ugye a kapcsolat, hogy mindent szerintem érdemes megtenni egyszer azért a kapcsolatért, viszont azt is el tudom fogadni, ha nem működik. Vannak olyan helyzetek, amikor tényleg jobb mindenkinek, gyereknek is, hogy akkor külön menjen a páros. Egy kis ízelítőt is adtál a következő műsoroknak a témájából, hiszen az újrakezdéssel is fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, neked is, Anna, hogy itt voltál velem. Én is köszönöm. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Thank you.